Köszöntöm nézőinket! Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Sarkadi Krisztina vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Újabb szigorítások, már az éttermekben és a szórakozóhelyeken is kötelező a szájmaszk. Moszkvában a szabályokat betartva emlékeztek, több tízezer látogató a pécsi köztemetőben. Minden szentek vagy halottak napja, sokakat megzavarnak az egymáshoz közeli ünnepek. Nagyot ugrott a tabellán a Kozár Michelin, legyőzték a Szombathely gárdáját a kézislányok. A szórakozóhelyeken és a vendéglátó egységekben is kötelező a szájmaszk viselése. Ez a kormányrendelet november 2-ától lépett életbe. Eszerint azok a vendégek, akik helyben fogyasztanak, addig kötelesek védőmaszkot hordani, amíg fel nem szolgálják az ételt vagy italt. A kelt helyiségekre ez a szabály egyelőre nem vonatkozik, ám azok megszegéséért az éttermek tulajdonosait is pénzbírság sújtja. Védőmaszk használata kötelező, olvasható ezen az ajtón, mely az egyik pécsi étterem bejárata. November 2-ától ugyanis már a szórakozóhelyeken és a vendéglátó egységekben is kötelező a szájmaszk viselése azoknak, akik helyben fogyasztanak. A kormányrendelet értelmében csak az evés vagy ivás alkalmával lehet levenni a védőeszközöket. Miseta Zoltán azt mondja, az első nap tapasztalatai pozitívak, a vendégek együttműködőek és a déli csúcsidőszakban sem volt gond a szabályok betartásával. A nagyobb problémát talán az alakert étkeztetés jelenti, ahol ugye amikor az étlapból kiválasztja, és amíg vár az ételekre, addig ugye maszkban kellene neki ülnie. Nyilván mai nap tapasztalata is szintén az, hogy megpróbálják elütni addig az időt, eszegetnek, rágcsálnak, isznak a vendégek, és addig nincs rajtuk a maszk. Ez a fiatal vendég is épp az étteremben ebédelt. Azt mondja, semmi probléma sincs ezzel a rendelettel. Nem jó érzés, de muszáj maszkot viselni. Szerintem nincs vele gond, hiszen ehetünk, ihatunk, és így annyira nem is zavaró. Ha ezzel segítünk, akkor hordjuk a maszkot, ahol kell. Több pécsi vendéglátóhelyen még működnek a kert helyiségek. Ennél az étteremnél például szívesen foglalnak helyet a kinti asztaloknál. Egy itt dolgozó felszolgáló azt mondja, az ilyen teraszokra nem vonatkoznak a szigorú maszkviselési szabályok. Mi úgy tudjuk, hogy csak ugye a benti egységekre vonatkozik, tehát a kert helységben szájmaszk használata nélkül is lehet fogyasztani, és ugye a benti részen is addig, ameddig le nem ül a vendég, és nem kap italt. Utána, miután kapott italt, utána már le lehet venni a szájmaszkot. A szabályok betartása a vendéglátósok számára is fontos, hiszen ellenőrizhetik azt. Amennyiben pedig a vendégek nem vagy nem megfelelően viselik a szájmaszkot a zárt terekben, az egységek tulajdonosait is pénzbüntetéssel sújtják. Vasárnap reggeltől változott a koronavírus gyanús és fertőzött betegek sürgősségi ellátásának rendje Pécsett. Ismét megnyílik a PTE klinikai központ Rákóczi úti telephelyén a koronavírus ellátó központ sürgősségi részlege, amely a lakosság számára a Garai utcából nyíló Szendrei Júlia utca felől közelíthető meg, írja közleményében a klinikai központ. A járványügyi helyzet miatt kérnek mindenkit, akinek koronavírus fertőzésre gyanús tünetei vannak, vagyis ha lázas, köhög, nehéz légzése van, vagy hirtelen kezdetű szaglásvesztése, ízlés hiánya, zavara van, telefonon keresse fel házi orvosát. A házi orvosa telefonon kikérdezi, és a megadott válaszok alapján megítéli, hogy koronavírus fertőzésre gyanús esetnek minősül-e. Amennyiben házi orvosa úgy ítéli meg, hogy indokolt a további kivizsgálás, akkor a koronavírus ellátóközpont sürgősségi osztályát kell felkeresnie a pécsi Szendrei utcában, a régi 400 ágyas klinika helyett. Idén tavasszal készült el a pécsi Mártírok útjának teljes burkolat cseréje. Korábban már a közüzemi vezetékeket is kicserélték, majd új aszfaltréteget kapott a szakasz. Néhány hónappal később azonban legalább 12 helyen megsüllyedt az út. A szakvélemény szerint ennek fő oka, hogy az útburkolat alatti tömörítési folyamatot, valamint az injektálást nem végezték el megfelelő minőségben és mértékben a kivitelezők. Az eredeti tervek szerint október végén zajlott volna a Mártírok útja garanciális javítása annak érdekében, hogy a munkálatok az őszi szünet alatt a lehető legkisebb forgalom mellett folyjanak. Sajnos az eső közbeszólt, az időjárás teljesen alkalmatlan volt erre a fajta munkavégzésre, úgyhogy a következő hétre, erre a hétre tolódott. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy kedden, szerdán fel fogják marni a burkolatot, sütörtökön, pénteken pedig leaszfaltozzák. Ezek a munkák félpályás útlezárás mellett zajlanak, és reményeink szerint a hétvégére helyreállhat a teljes forgalom. A gyalogos közlekedést és a buszok forgalmát nem fogja akadályozni a következő napok munkája. 3581 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést, ezzel 82.780 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma, írja a koronavírus.gov.hu. Elhunyt 70, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 1889 főre
egyelőre emelkedett, 20.476-an pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 60.415 fő. 29.750-en tartózkodnak továbbá hatósági házi karanténban, a mintavételek száma pedig meghaladta az 1 milliót. Baranyában 144 új esetet regisztráltak, ennyi új fertőzött a megyében még nem volt egy nap alatt. Összesen pedig 2.389 fertőzöttről tudni a megyében. Hoppá Péter közösségi oldalán tette közzé a hírt, mely szerint pozitív lett a koronavírus teszteredménye, és enyhe influenza-szerű tünetei vannak. Az országgyűlési képviselő bejegyzése szerint családtagjai tünetmentesek. November 1-ével hatósági házi karanténba vonult a politikus és a vele egyháztartásban élő hozzátartozói. Az írás végén Hoppá Péter úgy fogalmaz, Isten kezében vagyunk, vigyázzunk egymásra, vigyázzanak magukra. Már október 22-e óta folyamatosan érkeznek a megemlékezők a pécsi köztemetőbe, mondja az intézmény igazgatója. Nem csak október utolsó napján és november 1-én érkeznek a látogatók, hanem a temető kérésének megfelelően több napra elosztva jöttek szeretteik sírjaihoz az emberek a járvány miatt. Idén nem történt baleset a temető területén, csak egy kisebb tűzeset volt, amit hamar megfékeztek. Gyertyák, mécsesek világítanak a pécsi köztemetőben hétvégén. Több ezeren látogattak ki, hogy elhunyt szeretteikre emlékezzenek Minden Szentek és Halottak napja alkalmából. A megyei közgyűlés elnöke videó üzenetben szólt az emlékezőkhöz. Minden Szentek és Halottak napján elhunyt szeretteinkre, hozzátartozóinkra, családtagjainkra emlékezünk. De gondolunk azokra is, akik az elmúlt hetekben, az elmúlt napokban veszítették el hozzátartozóikat. Fejet hajtunk azok előtt, a honfitársaink előtt is, akik az elmúlt évszázadokban magyar hazáért, a szabadságért értünk áldozták életüket. Idén a koronavírus járvány miatt sokan maszkban mentek ki a temetőbe, betartva itt is a biztonsági szabályokat. Már október 22-től érkeztek a látogatók folyamatosan, mondja a köztemető igazgatója. Már a 20-án megelőző csütörtök naptól, hogy folyamatos terhelés alatt volt a temető látogatottsága. Ez köszönhető egyrészt az enyhe időszaknak, másrészt pedig a pandémiás helyzetnek is, ahol nagyon jól látszott, hogy a temetőben látogató hozzátartozók, pécsi lakosok betartották azt a fajta iránymutatást, hogyha lehet, akkor ne koncentráltan, hanem egyenletesen, ahogy idejük engedi, és az időjárás, folyamatosan látogassák a temetőket. Baleset nem történt a megnövekedett forgalom ellenére sem, mondja az igazgató. Egyetlen kisebb tűz volt az urna parcellában, ahol egy koszorú toboz dísze gyulladt meg egy gyertyától, de ezt gyorsan eloltották a közterületesek. Pontos látogató számot nem tudott mondani az igazgató, de szerinte több tízezeren keresték fel az elmúlt időszakban a sírokat. A pécsi köztemető 55 hektárnyi területével és 170.000 sírhelyével az ország legnagyobb vidéki központi temetője. Minden Szentek Halottak napja, két november elejé ünnep, amiknek közelségük sokakat megzavar, pedig egyházi szempontból örömünnepről és szomorú emlékezésről van szó ezen a két napon. Azonban ma már sokan november 1-én vagy előbb kimennek a temetőkbe az emlékezés jegyében, így összemosódnak a közeli ünnepnapok. Erről is beszéltek stábunknak a szakértők. Minden Szentek ünnepe és Halottak napja sokakat megzavar, mert egymás után következnek a naptárban, mondja pécsi székesegyház plébánosa, pedig két különböző eseményről van szó. Minden Szentek ünnepén november 1-én ünnepeljük azokat a szenté avatott, szentként tisztelt embereket, akiknek nincsen külön egyházi megemlékezés a naptárban. A sok szentnek van adott napra eső ünnepe, augusztus 20-án a Szent István királynak például az ünnepe. Számtalan olyan ember van, akikről hisszük, hogy a mennyországba jutottak, viszont az egyházi naptárban nem kaptak külön napot. A Minden Szentek ünnepe nekik született, a 8. században kerül az egyházi naptárba. Szerzetes ünnepként került be a Halottak napja november 2-ára, a 10. században. A bencések minden társukról megemlékeztek haláluk napján. Vannak olyan szerzetesek, akiknek nem emlékeznek már a halálozási dátumára, mert esetleg a régmúlt időbe veszett. Ezért döntöttek úgy a bencés szerzetesek a 900-as években, hogy legyen egy nap, amikor a közösség összes elhunytjáról, ideértve a közösség tagjainak a hozzátartozóit, elhunyt hozzátartozóit is. Szóval egyetlen napon megemlékeznek mindenkiről. Innen a kolostorokból indult aztán el úgy, hogy az egész egyetemes egyház megemlékezett november 2-án, és megemlékezik mindmáig a halottak napjáról. Az első
világháború után vált tömegszokássá, hogy megemlékezünk a halottainkról, mondja a néprajzkutató. Ekkortól mentek ki a temetőkbe virágokkal, gyertyákkal az emberek november 2-án, de volt egy íratlan törvényük is. Nem lehetett sírról egyik sírról áttenni egy másik sírra a gyertyát, a virágot, vagy a megemlékezésnek az emlékét, mert azt mondták, átplántálták, áttették annak a halottnak a bűnét a másik halottra. Ezt talán a rossz akaratú emberek megcsinálták, de valójában erről a adatunk mint az emberekettől féltek. Ma a Minden Szentek november 1-e, munkaszüneti nap, ezért akkor mennek ki a november 2-ai halottak napi megemlékezésre a legtöbben a temetőkbe. Ezért keverik sokan össze a két dátumot valószínűleg, mondják a szakértők. Zsinórban harmadik bajnoki mérkőzését nyerte meg a Kozel Michelin Esen női kézilabda csapata szombaton. Kovács Tamás együttese a korábbról elhalasztott találkozón a Szombathely U20-as gárdája ellen 14-11-es félidő után 33-21-re nyert, és ezzel a bajnoki tabella harmadik helyére lépett. Mindkét csapat lendületesen kezdte a korábbról elhalasztott találkozót szombaton Kozár-Mislenyben. A feketemezes Szombathely U20-as gárdája az első félidőben még tartotta a lépést a kék-feketében játszó házigazda Kozár-Mislenyesek kézilabdázóival. Ráadásul a 25. percben át is vették a vezetést a fiatalok, de a játékrész végéig ettől kezdve már csak a Kozár-Mislenyiek lőttek gólt, így 14-11-es hazai vezetéssel vonultak pihenőre a csapatok. A második félidőben aztán fokozatosan léptek meg a házigazdák, és a 43. percben már 10 volt közte, és ezzel minden eldőlt. A találkozót 33-21-re nyerte a Kozár-Mislenyese. Meg kell dicsérjem az Orsit, leginkább azért, nem is feltétlenül csak a védései miatt, hanem inkább azért, mert a bemelegítésnél megsérült a Maja, úgy volt, hogy ő kezd, belenyúlt egy labdába, majd jött a Vivi, aki jól védett, viszont ő meg a derekával bajlódik, és ez sajnos ez egyik védésnél rossz lett, bejött és megoldotta. Tehát mindenképpen őt meg kell dicsérjem, de igazából meg kell dicsérjem az egész csapatot, mert már a sok hiba ellenére is volt tartásunk, és voltak azért nagyon szép dolgok. Seffer Zsanett 5 góllal járult hozzá a Kozár-Mislenyi sikerhez. Az elején egy kicsit pontatlanul játszottunk, de éreztem ebben némi fáradtságot is. A héten ez már a harmadik meccsünk volt, de a második fél időre sikerült felszabadultan játszanunk. A Szombathelyi gárda jelenleg az 5. helyen áll az NB1B 12 csapatos mezőnyében. Én úgy gondolom az első félidő teljesen jó volt, ott ugye azokban, hogy nem hibázunk bele, ott a félidő az egy kicsit szorosabb is lehetett, vagy hát így is szoros volt, aztán akkor talán másik félidő máshogyan megyünk bele, de én azt gondolom a másik félidőben is mindenképpen úgy jöttünk, hogy szeretnénk fordítani a meccsen. Annyi, hogy kijött ott a 10. perc környékén a fáradtságot, ugye nekem nem, a csehékben nem tudtam olyan szinten belenyúlni, úgyhogy itt azt gondolom, hogy ez volt az eredménynek az oka. Hétvégi győzelmével a tabella harmadik helyére lépett a Kozár-Mislenyese. Kovács Tamás együttese legközelebb a Mohácsi TE 1888 gárdáját fogadja, szombaton 18 órától az NB1B-s bajnokság soros fordulójában. Réb Krisztián remek versenyzéssel a Lada kategória bajnoka lett az idei Sofia Net Slalom versenysorozatban. Az utolsó mindent eldöntő fordulót október 31-én rendezték meg Orfűn. Idén indult először ladájával Réb Krisztián. Részt vett a szlalom bajnokságban, volt előfutó a Rally 3-ban, de élesben is versenyzett már. A fiatal rallis kategóriájában az élen állt az utolsó orfűi szlalomfutam előtt. A szlalomok jól sikerültek, ugye ebben ez az utolsó, itt a bajnoki címért küzdünk most a kategóriába. Amúgy, ahol nagyjából tudtunk, ott mentünk az évbe, belefért egy rally 3-as futam is, abból egy kicsit többet szerettünk volna teljesíteni, de majd már jövőre. Úgy összességében az évünk egész jónak mondható. A Réb családban nem újdonság az autóversenyzés iránti vonzódás. Krisztián nagyapja és édesapja is versenyzett. Réb László a 90-es évek elején belekóstolhatott a Rally 2-be, valamint a hegyi Európa bajnokságon is indult a Mecsekhegyi versenyen. Nem csoda, hogy Krisztián és kézilabdázó testvére Fanni is megfertőződött. Az édesapa mindenben segíti a fiatalok álmának beteljesedését. Innentől az övé, az ő döntésük a jövő.
A slalom, illetve a minirallik, azok gyakorlatilag, illetve a rally 3 előfutók is mind-mind azt a célt szolgálták, hogy gyakoroljon. Mert gyakorlásra szükség van. Lehet, hogy van, azt mondják a nálam okosabbak és nem ennyire elfogultak, hogy gyakorlatilag van tehetsége hozzá. Fanni is ügyesen navigál. Az, hogy mit hoz a jövő, hogy most ők együtt maradnak jövőre, vagy sem, illetve hogy mire lesz lehetőség anyagilag, ezt talán majd március-áprilisban látni fogjuk. Réb Krisztián remek versenyzéssel a Lada kategória bajnoka lett az idei Sopia Netslalom versenysorozatban. Mint mondja, jövőre folytatja, akkor még erősebb ladával vág majd a Rally 3-nak. A régió híreivel folytatjuk. Az elejétől kezdve támogathatatlan volt az ötlet, hogy a Tolnai megyeszékhely belvárosában élőknek a város határában Szőlőhegyen épüljön orvosi rendelő. Ezt az Éjjel-Szekszárd frakció több képviselője is kijelentette a múlt csütörtöki közgyűlésen. Pedig korábban éppen az Éjjel-Szekszárd frakció állította le az eredeti Szabó Dezső utcai építkezést, ami miatt a várost már több mint 60 millió forint kár érte, majd a többségi frakció tervezett Szőlőhegyre rendelőt építeni. Most Ács Rezső a várospolgármestere tett olyan javaslatot, amivel megoldódhat a probléma. A polgármester ugyanis azt javasolja, hogy ne egy, hanem két rendelőre pályázzon Szekszárd. A képviselők végül meg is szavazták az előterjesztést. A Csopak utca első pillanattól kezdve számomra támogathatatlan volt, nem mert egyszerűen lehetetlenség, tehát hiába lesz ott épület, oda nem tudnak menni az ottaniak. Hiába építene az Éjjel-Szekszárd frakció orvosi rendelőt Szőlőhegyen, a helyiek azt nem használhatnák, mert az oda költöző két orvoshoz a Kadarka és a Béri Balog Ádám utcában lakók, valamint a felsővárosiak betegkártyái tartoznának. Ezt meglepő módon az Éjjel-Szekszárd frakciót képviselő Zaják Rita tette szóvá a csütörtöki közgyűlésen. Pedig éppen az Éjjel-Szekszárd tervezett Szőlőhegyre rendelőt építeni, miután a Szabó Dezső utcai építkezést leállították. Emiatt a városnak vissza kellett fizetnie több mint 60 millió forint támogatást, és további több 10 millió forintot bukhat még pluszban, mert a kivitelező kártérítési igényt jelentett be. De nem Zaják Rita volt az egyetlen, aki most nyilvánosan elutasította a frakciója eddigi tervét. Illés Tamás, aki az egyik érintett körzet képviselője, szintén arról beszélt, hogy például a Béri Balog Ádám utcában lakók nem szeretnének Szőlőhegyre a Csopak utcába házi orvoshoz járni. Az itt lakóknak egyértelmű óhaja volt, hogy nem akarnak olyan messzire elmenni, mint a Csopak utca, ezt több ízben kifejezték. Hiába ismerte el először nyilvánosan az Éjjel-Szekszárd több képviselője, hogy rossz ötlet volt a Szabó Dezső utcai építkezés leállítása után Szőlőhegyre rendelőt tervezni a belvárosban lakóknak. Bomba Gábor, a frakció vezetője és a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke mégis azt mondta, ők nem is vizsgáltak más helyszínt. Nálunk csak a Csopak utcai helyszín volt benyújtva, és ezt javasolja elfogadásra. A másik helyszín tekintetében nem történt semmilyen vizsgálat. A képviselők több mint fél órán át vitatkoztak az orvosi rendelő tervezett helyéről. Végül Ács Rezső a város polgármestere által kezdeményezett javaslatot fogadták el. Eszerint Szekszárd két pályázatot nyújt be, egyet a Csopak utcába, ahova majd a Szőlőhegyen lakók járhatnak. Így megoldódna az a régi probléma, hogy az ottani városrészben nincs orvosi rendelő. Egy másik pályázattal pedig az Aliszka és az Aljende utcák találkozásánál építene a város rendelőt az ott élőknek. Ezzel a lépéssel, hogyha a Szőlőhegyre ment volna ki az orvosi rendelő, akkor a város másik végéből át kellett volna járni orvoshoz, viszont a Szőlőhegyeknél kaptak volna orvosi rendelőt, illetve még egy nehézség közvetett volna, hogy onnan a közlekedés nagyon nehéz, tehát kellett volna egy zebrát is építeni saját költségből. Én azt gondolom, hogy ezzel a megoldással, hogy a kezdetben adjuk mind a két helyszínnek eleget tettünk, és ez körülbelül olyan 10 000 embernek az orvosi ellátását fogja tudni megoldani majd. A rendelőről szóló voksoláskor egyébként egyedül az Éjjel-Szekszárdot képviselő Faragó Zsolt szavazott nemmel. Ő az érintett területtől néhány méterre edzőtermet működtet. A képviselők a Baka István általános iskola felújításáról is tárgyaltak csütörtökön. Most úgy döntöttek, megindulhat a beruházás, ám csak szigorú feltételek mellett.
Ács Rezsi a fejlesztéssel kapcsolatban ugyanis korábban többször is beszélt arról, hogy járványügyi gócpont alakulhat ki az intézményben, ha a munkálatok miatt a diákokat és a tanárokat összezsúfolják az épület egyik részébe. Ezért a polgármester azt kérte az irányító hatóságtól, hogy a pályázat lezárásának határidejét tolják ki, amit sikerült is elérnie, így 2021. októberéig kell végeznie a kivitelezőnek. A kivitelező viszont eddig csak az őszi szünet idejére készített pontos ütemtervet, ezért Ács Rezső eddig nem írta alá a kivitelezési szerződést. Most viszont a vállalkozó ígéretet tett a teljes ütemterv elkészítésére, erre legfeljebb egy hete lesz. Na, azt szerettem volna, hogy ebben a felelősségben minden képviselő osztozik, és úgy küldi a polgármestert aláírni a szerződést, hogy tisztában van azzal, hogy nem szeretnénk bármilyen problémát okozni, akár az oktatásban, akár egészségügyi ellátásban, és ennek az érdekében született meg a közgyűlési döntés a felelősségnek egyértelműen átvállalásával. A közgyűlési döntésekkel kapcsolatban szerettük volna megkérdezni Bomba Gábort, az Ilyen-Szexárd frakció vezetőjét is. Kíváncsiak lettünk volna mások mellett arra, mit gondol arról, hogy a frakciójának több tagja szerint is rossz ötlet volt a Szabó Dezső utcai építkezés leállítása után Szőlőhegyre rendelőt tervezni a belvárosban lakóknak. Annak ellenére, hogy az ott élők nem használhatták volna a két új rendelőt. Bomba Gábor viszont nem kívánt válaszolni a kérdéseinkre. 300 millió forintból épült ipari park Tasáron. A beruházás már most sikeres, hiszen többszörös a túljelentkezés a bérleményekre. A nyertes pályázatot még az előző testület nyújtotta be, de a munkálatok az új vezetéssel is töretlenül folytatódnak. A település vezetése azt reméli, az ipari parknak köszönhetően csökken a munkanélküliség. 5600 négyzetméternyi területet raktak rendbe a volt laktanya területéből, amelyből csaknem 1500 négyzetméternyi épület újult meg a topos pályázatnak köszönhetően. A munkálatok elsősorban energetikai, illetve kifejezetten ipari tevékenységet támogató felújítások voltak. Meglepő számomra is, hogy egyre nagyobb az érdeklődés, pedig még sajtó megjelenés nem történt ezzel kapcsolatban. Azonban én úgy érzem, hogy a szomszédos településeken, városban, illetve a környéken kezdenek elfogyni a minőségi első osztályú raktárok, irodai épületek, ezért egyről megnőtt az érdeklődés ez az épület iránt is. Az 5 raktárépületre már most kétszeres a jelentkezők száma. A taszáriak büszkék lehetnek a beruházásra, hiszen a megyében 11 ipari park projekt van megvalósítás alatt. Volt, amit már át is adtak, de volt olyan is, ahol még egy kapavágás sem kezdődött el, fogalmazott a megyei közgyűlés alelnöke. Szajc Adrián hozzátette, Somogy megye összességében jól teljesített az előző Európai Uniós ciklost tekintve. 43,5 milliárd forint volt első körben a Somogy megyei önkormányzatnak a fejlesztési kerete, és a Somogy megyei települések aktivitásának köszönhetően ez 52 milliárd forintra emelkedett, és ha már az ipari parkokról beszélünk, akkor ebből az 52 milliárd forintból 4,2 milliárd forint került felhasználásra, vagy van folyamatban az ipari parkok kialakítására. A taszári ipari park raktárhelyiségeit már novemberben meghirdetik bérlésre, és a település vezetés reményei szerint már 2021. januárjától vállalkozások kezdhetnek dolgozni az ipari parkban. Kaposvárra érkezett a Mondj te is egy verset kezdeményezés. A Csiki Gergely Színházban tartott eseményen bárki elszavalhatta kedvenc költeményét. A cél az, hogy felhívják az irodalomra és a versekre a figyelmet, mondta Takács Bence Ervin, a Mondj te is egy verset alapítója. De látni fentről a mezőket, határtalanságát a tájnak, szabadságát, még nem ismernek, akik mindig a sárban járnak. A tágasságból mégis-mégis visszavágyik a test a földre, az esőszakba, fűbe, vérbe, apa karjába, anya ölbe. Szabó T. Anna a Versről című költeményét választotta a kaposvári programra Baranyi Liliana, aki már több szavaló versenyen is megmutatta tehetségét. Mint mesélte, szívesen csatlakozott a Mondj te is egy verset kezdeményezéshez. A cél az, hogy az emberek mindennapjaiba minél többet a költészetből bele tudjunk integrálni, és ez lehet akár orvos, szakács, pedagógus, diák élete, amiről szó van. A lényeg az, hogy minél többen mondjanak verset. Az alapító ötletgazda, MMA ösztöndíjas előadó művész Takács Bence Ervin egy karinti művel készült az első kaposvári programra. 78 esztendős koromban rájöttem, hogy a feleségem 54 év óta csal engem, egy fiatal emberrel.
Elmentem hát a Margit hídra, és egy szép fejest ugrottam, melyel megnyertem a PTC műugró bajnokságát. Azon kívül rekordot állítottam fel búvárúszásban. 2,5 napig bírtam a víz alatt verve ezzel Kankoszkit, aki csak 2 perc 20 másodpercig bírt az atlétika versenyen. Mint mesélte, voltak, akik nem hittek a Mondj te is egy verset kezdeményezés jövőjében, az idő azonban a szervezőket igazolta. 6-7 évvel ezelőtt, másodmagammal egyébként, megfogalmazódott, hogy kéne egy olyan hely, ahol mindenki mondhat verset. Mindenki, nem csak a művészek, színi művészek, előadó művészek, hanem... És akkor Budapesten létrejöttünk. Senki nem bízott benne, tehát mindenki azt mondta, hogy ugyan már 3-4 alkalom. És most mi 6-7 évre tekintünk vissza úgy, hogy mi egy évben legalább 10-11 alkalommal találkoztunk Budapesten. Sokan a középiskolában olvasnak és mondanak utoljára verset. Takács Bence szerint rengeteg jó versmondó tehetsége veszhet így el. Ezekkel a programokkal viszont igyekeznek pótolni a hiányt. Az esteken pedig nem csak versmondásra, hanem véleménycserére is lehetőség van. A tervek szerint a Mondj te is egy verset visszatér Kaposvárra, hogy az irodalmat és a versmondást népszerűsítse. A dolgok fejét széltépázza, felriad a sok gondmadár. A lovak összebújnak fázva, ki tudja, meddig tart a nyár. Ki tudja, meddig tart az élet. Ránk esteletett hirtelen. Irgalmat senki nem remélhet, így hát szívedben rend legyen. Híradónk végén baranyai témáink még egyszer röviden. Újabb szigorítások, már az éttermekben és a szórakozó helyeken is kötelező a szájmaszk. Moszkvában a szabályokat betartva emlékeztek több 10 000 látogató a pécsi köztemetőben. Minden szentek vagy halottak napja, sokakat megzavarnak az egymáshoz közeli ünnepek. Nagyot ugrott a tabellán a Kozár Misleny, legyőzték a Szombathely gárdáját a kézislányok. Kedden néhány órára kisüthet a nap térségünkben, a Dunántúlon reggel 11-13, kora délután 18-20 fok várható, a légmozgás nem lesz jelentős. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!